A V61 Alba Régia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is a Volánccsarnokban rendezte meg hagyományos kiállítását, amelyen megjelent a kiállítás egyik fővédnöke, Mészáros Attila alpolgármester is. Kiemelte, Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. Hálás vagyok a V61 Alba Régia Galamb és Kisállattenyésztő Egyesületnek, hogy január első hétvégén minden évben, amikor tehetik, megszervezik ezt a fantasztikus kiállítást, amely egyben egy minősítés is és egy kiállítás is. Most is látható, hogy már a nyitó percekben is nagyon sokan jöttek ki, hiszen itt 70 tenyésztő, csak nem 500 egyedét láthatják az érdeklődők, kicsiktől a legidősebbekig, családok sokan jönnek ki, hiszen olyan fajokat, olyan egyedeket láthatnak, amit nyilván a mindennapokban nem. Nyilván a galambtól a nyulakon, a kisebb madarakon és egyéb háztáji állatokon keresztül nagyon sok mindent láthatnak. Bódis Tamás, a Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara alelnöke, aki szintén fővédnökként segítette a hagyományos találkozó létrejöttét, úgy fogalmazott, hogy kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a tenyésztők és a látogatók is megismerjék egymást és a különböző kis állatfajtákat. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviseletében, mint alelnök, ez különösen fontos, nem csak az én saját privát életemben, hanem nemzetgazdasági szempontból is. Hiszen nem csak egy látvány ez a kisállattenyésztői kiállítás, bemutatás, hanem egyfajta jövedelemszerzési képességet is jelent, és egy olyan jövőképet biztosít, ami a gyerekeknek a jövőben való környezethez, a természethez való nevelését is segíti. A kiállítás keretében díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat is megtekinthettek a látogatók. A felhívásra jelentkeztek, 66 tenyésztő hozta el a madarait, úgyhogy közel 500 madarat lehet itt látni. Ezek között vannak ugye, amik úgy hasznosak, hogy húsra is termelnek, és van, amik csak a szépségükkel boldogítják az emberiséget, köztük minket is. A hagyományos hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést, és nyissanak a fiatalság felé megvalósult, és elnézve a kiállításra látogató családokat elmondhatjuk, sikerrel jártak.